Jó estét kívánok, ez itt a Miért, a Somogy Televízió napi politikai közéleti háttérműsora. Mai vendégünk pedig közeledve az önkormányzati választásokhoz, Schmidt Jenő tagpolgármestere. Szervusz Jenő, köszöntelek itt nálunk. Én is téged kezit csokkolom, és jó estét mindenkinek. Te kivételesen jó helyzetben vagy, hogyha jól tudom, hiszen nincs kihívód. Igen, ez lehet kivételes jó helyzetnek nevezni, de ez egy állapot, majd ennek 5 év múlva biztos meg lesz a bőtje. Tehát azért ezek nem ilyen egyszerűek, pláne egy városban. De mit gondolsz, miért nem gondolta úgy valaki, hogy ő tudja jobban csinálni, mint te, és elnyerni? Nyilván ez a te munkádnak is köszönhető, hiszen fejlődik a város. Hát igen, valószínűleg ez így van. Tehát hogyha sok mindent mélegre tesz az ember, amikor választ. És azt gondolom róla, hogy ugye engem is mélegre tesznek a helyiek. Ugye 17 éve vagyok polgármester, ugye a legnagyobb önkormányzati szövetséget vezetem. Rengeteg helyen látnak médiában, országos médiában, helyi médiákban. És nem csak ez van, hanem tényleg sokat fejlődött a város. Ezt mindannyiunknak lehet köszönni, nem csak nekem, én is csak egy fogaskerék voltam ebbe a szerepkörbe. Persze nem, tehát a fogaskerék között is van nagy, meg kis fogaskerék, tehát én talán egy elég nagy fogaskerék voltam. És ugye, amikor az ember választ, akkor mindig fölteszi magának kérdést, hogy mit, mire cserélek le. Ugye, az magyar ember az sose úgy választ, hogy valami mellett áll ki, hanem mindig valami ellen megy. Tehát igazából nincs polgármester váltó hangulat, tabor rend van, pénzügyileg is rendben van, sokat fejlődik, itt van egy fiatalember, aki élete elején van, 17 éve csinálja, jó csinálja, most akkor minek váltsunk? Tehát miért ez? Gondolom ez volt az, amiért talán nem is indultak el ellenem. Majd meg lesz ez az időszak is, majd gondolom lesz másképp. Jenő, hogyha megvonjuk az elmúlt 5 év mérlegét, akkor mi az, amire a legbüszkébb vagy, mi az, ami nem sikerült, és milyen tervekkel vágsz neki a következő 5-nek? Hát, mivel nekem 2 elég nagy beosztásom van, de a tabi a legfőképp, tehát mindig el szeretném mondani, hogy én elsősorban városi polgármester vagyok, és másodszor csak osz elnök. Talán azt tudom mondani, hogy 5 év alatt nagyságrendileg a város vagyonállománya olyan közel 3 milliárd forinttal nőtt. Tehát, és ez még, ennek a beruházásai még most is mennek, de úgy olyan 7 milliárd forintunk van csak ingatlan vagyonban. Persze ennek a nagy része azért forgalomképtelen, tehát mert az árokpart vagy a futballpálya nem éppen eladható. De ha kimutatva mindent, akkor nagyon hatalmasat fejlődött. És pénzben sem állunk rosszul, ami azt jelenti, hogy köszönve a helyi vállalkozásoknak és az adófizetőknek mindig volt mozgásterünk, és ezzel mi jó sáfárkodtunk. Márhogy az iparűzési adó. Már pedig az adóbevételek, ugye hát van, ahol ilyen van, ahol nálam iparűzési adóbevétel, ami jelentős. Összes többi nem, sem az ingatlan adó, a vállalkozók ingatlan adója, sem pedig a kommunális adó. Tehát ez az, amire azt mondom én, hogy nagyon, nagyon jó volt, kiegyensúlyozott volt, nagyon sokat pályáztunk. Hát, ugye ez az is kell, és ezt csak a jövőnek mondom a többi polgármester társamnak, hogy most indul a 2021-27 közötti uniós ciklus megtervezése, már a kormányzat tervezteti a háttérintézményeken keresztül. Ezekbe bele kell folyni, el kell olvasni, meg kell nézni, hogy mi lesz, mert föl tudja építeni majd, hogy a következő években mire tud pályázni. Hazai források is vannak, de azért valljuk meg, évente csak 2000 milliárd forint az, ami uniós forrás érkezik az országba, és ebből az önkormányzati szektor nagyságrendileg ilyen 3 és 500 milliárd forint között használ fel. Tehát ugye ezért ez fontos. Persze általában azok a települések férnek hozzá, ahol van forrás, tehát saját forrás is, és van hozzá megfelelő szellemi tőke is. Tehát muszáj ebbe investálnia majdnem mindenkinek. Ami nem sikerült, az, hogy én nagyon szerettem volna ezt elérni, hogy az iskolák üzemeltetése az visszajöjjön hozzánk. Ez mindig, csak azért fájó pont ez a kérdéskör, mert ugye mi majdnem egy új épület együtteseket adtunk át az államnak, és ugye az üzemeltetés sem mindegy, nem tudtuk. Tehát, és látom a közszolgáltatásokban is ugyanezeket a törekvéseket, és ez nekem fájó pont, és azért fájó pont, mert azt tudni kell, hogy egy városban a legelsők mindig a közszolgáltatások. Ha az rendesen működik, akkor a városlak úgy érzi, hogy van mire fizetnie, és a kiszolgálás is megfelelő. Ha nem működik rendesen, annak mindig a polgármester lesz
a problémása és az oka, és semmi egyéb más. Nem is érdekli az embereket, hanem az érdekli, hogy akkor majd szólok a polgármesternek, hogy intézze el. A szemétszállításra gondolom. Hát a hulladékra is, ivóvízszennyvízre is, tehát aztán a kéményseprésre. Ezek mind olyan dolgok, amiket minden egyes háztartásban igénybe vesznek az emberek. Azt sajnálom, hogy nem sikerült elérnem, hogy ennek a döntésnek a hátterét egy kicsit másképp befolyásoljuk. De hát mindegy, majd az élet ezt a kérdéskört is meg fogja oldani. Itt lesz a következő 5 év. Itt lesz a következő 5 év, és szerintem ezt meg fogja oldani valamilyen szinten. Ez mondom azért, mert mi nagyon sok pénzt tettünk bele ezekbe a rendszerekbe, mert a TAB nem fürdőváros. Nem turisztikai központ, az egy ipari, mezőgazdasági kisváros, és nekem elsődleges célja az, hogy azok az 1800 háztartás, ami ott van, az a lehető legjobb szolgáltást kapja, legjobb környezetbe éljen ilyen szempontból, és legyen miért oda költözni. Tehát azt kell látni, hogy minden település azzal küszködik, hogy öregszik, és nagyon jó az elvándorlás. Nagyon kevés az, amelyik nem ilyennel. Ez a főváros agglomeráció, meg talán a Balatonpart, de ez is megkérdőjelezhető, mert ugye itt legfőképpen a lakások azért épülnek, hogy átmenetileg vannak. Be fognak ide jelentkezni majd az emberek az ingatlanadó miatt, de igazából nem itt fognak lakni életvitelszerűen. Nekünk meg az a lételemünk, hogy minden közszolgáltatás meglegyen, legyen bölcsödéje, óvodája, iskolája, középiskolája, uszodája, művelődése, minden, nem kell gigát gondolni, nem kell óriásért gondolni, hanem minden szeletéből legyen, és ez a legprofi módon legyen üzemeltetve, hogy a biztonságérzet és a család összetartása és nevelése az olyan környezetben történjen, amiért jó ott élni. Ugye láttunk már olyan településeket, Magyarországon nem nevezek meg párt, hogy az ember átment rajta autóval, akkor mindjárt azt mondta, hogy úristen, csak errefele ne kell jönnöm. És volt olyan, amire azt mondta volna, hogy itt el tudnám tölteni az életem java részét. Ezek főleg azok a települések, még egyszer nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ha nincs is látnivaló, tehát turizmus, de az élhetésnek a léte, tehát egy nagyobb magas minőség legyen, igen. Gondolod, hogy egy-egy ilyen tabnagyságú település megtartó erejét növelhetik azok a fajta fejlesztések, amik most a csokra gondolok, meg a gyopáros a párkormány biztos által képviselt projektek? Hát ugye a kormánybiztos úrnak, az Alpárnak, ugye mi elég sokat segítettünk anyaggal is mindennel. Márhogy a TÖOSZ. Mármint a TÖOSZ, igen. Na most azt is látni kell, hogy ugye az egész területfejlesztés abba az irányba ment el, hogy az urbanizációnak egy magasabb foka érte el Magyarországot. Tehát ugye van ez a Modern Város program, ahol 4000 milliárd megy be, nézők kevesen tudják, de ennek több mint a fele úthálózatépítés, tehát hogy a megyei-jogú városokat el kell érni autópályáról, ezzel különösebb baj nincs. A többi része az, ami gigafejlesztések, ebbe főleg úszodák, színházak, sportcsarnokok, meg mindenféle egyéb más ilyen nagyobb beruházások vannak. Viszont ez olyan életminőséget hoz egy bizonyos szintig, ezt üzemeltetni is kell, hozzáteszem, de olyan életminőséget hoz, hogy a környéket húzza be a városba az ott lakás tekintetében. Ezért ma már az emberek 72%-a városban lakik. És igazából a városok területe az a Magyarország részének a 15%-a. Tehát ugye valamilyen módon ki kéne vinni az embereket a városból. Ennek sok technikája van, ugye van ez a Magyar Falu program, de az arányt mondom, csak 150 milliárd van benne az elején. Én nagyon bízom benne, hogy a következő évben, a kövévi költségvetésben is 150 milliárd van benne, de utána a években sikerül ezt fölemelni olyan 4-500 milliárdra. Ugyanis bizony, ki fogom mondani, hogy lesznek olyan területek Magyarországon, amik nem fognak tudni élni, mert nincs hova menni, meg fejlődni, mert mezőgazdaság oltárán ott bizony el fog tűnni a falu. Tehát lesznek azok, főleg azok a 200 fölötti települések, amik veszélyezettek és el fognak tűnni, de ez Nyugat-Európában is így volt, Kelet-Európában is így van, tehát ez nem ördögtől való dolog, csak azt kell látni, hogy ugye az urbanizáció az húzza majd ezt magával nagyon, és ez nálunk is megjelent. Csak arra gondolsz, hogy 3 millió ember ér Budapest és agglomeráció, és micsoda gigadugók vannak már, és egyszerűen nem lehet létezni se nagyon. Ugye a megyei-jogú városoknál ugyanez meg fog majd történni, mert az infrastruktúra nem lett nagyobb, az úthálózat, nem lett több semmiféle egyéb, de hogyha valahol megnövekszik a lakosság mondjuk 5-10 ezer fővel,
az már infrastruktúrában, a közszolgáltatásokban minden egy óriási nagy puffert fog hozni, amit nagyon nehéz kiszolgálni. Nálatok Tabon mennyire volt jellemző, hogy a falusi csokkot igénybe vették? Tehát segített ez az ott élőknek? Az a helyzet, hogy nem nagyon. Tehát még Tab, még mindig az a település, és akkor most árakat mondok egy kicsit, jó? Tehát ma 500 000 forintért lehet egy négyzetméternyi ingatlant építeni. Ennyi az ára. Ha ezt Zamárdiba adom el, akkor 1 200 000 forintot kérek érte, és megveszik. Tab tőle 20 kilométerre van, vagy 18 kilométerre, 500 000 forintot nem fognak fizetni négyzetméterén egy új lakásért, fizetni fognak nagyjából 300 ezeret. Tehát ezért befektető nincs. És ugye, hogyha most elmegyek még onnit Bedekkérre, ami tőle 20 kilométer, ott meg fizetnének érte 40 ezer forintot négyzetméterenként. Tehát az a helyzet, hogy ugye Tabon még elég magasak a lakásárak, de új ezért nem épül jelen pillanatban, mert még nincs meg az a kereslet hozzá, ami azt mondja, hogy ezt a szintet meg fogom fizetni, hogy én ott éljek, és ott legyek. Ezért van 1800 háztartás Tabon, magasak az árak, tehát ilyen 150-200 ezer forintért megy ám négyzetméterre most már lassan a használt házaknak és lakásoknak, tehát azért ez nem kicsi ár, de ettől függetlenül még nem érte ezt az ingerküszöböt, hogy ott újakat építsenek. A csok az segít valamennyire, de nincs tömegével. Azt is látni kell, hogy elsődlegesen az urbanizációt nyomja a csok. Ha most valaki lekérné, hogy hol kértek ki csokot, nem nagyon fog meglepődni, mert nagyságrendileg a főváros és környéke, meg a Balatonpart és környéke. Tehát durván ez a két nagy hangsúly van. Egy-egy megyeljük város van, mint itt a Győröt, Pozsony, meg Bécs környékén, de aztán ennyi, vagy talán még Debrecen vagy Szeged, de ezek eddig is mamut pontok voltak Magyarország életében. A többi helyen nagyon kevés ilyen van, hiszen a megélhetés számít legelsősorban, a megélhetés, közlekedés és a biztonság. Ez a három, ami rettentően fontos egy családalapításnál és egy költözésnél. Te például polgármesterként mit tudsz tenni azért, hogy a fiatalok maradjanak Tabon, költözzenek Tabra, tehát hogy a falu megtartó erejét és valahogy az előregedést ellensúlyozd? Hát nem akarom kiábrándítani a nézőket, de az önkormányzatok kezében nem sok minden van ez ügyben. Tehát nagy lehetőségeik nincsenek, mert nem tudnak mit adni. Most amit meg tudnak teremteni, az durván az, amit elmondtam infrastruktúrában, meg ellátórendszerben, meg ilyenben. Amivel lehet sáfárkodni, az annyi, hogy egy olyan környezetet teremteni, amikor eljön a gyereknevelési kérdéskör, meg a családalapítás, akkor senki nem úgy képzeli az életét, hogy reggel giga dugóba ülök, és a gyereket az óvodánál ki tudom csak kirakni, és érte kell mennem délután 4-kor, és akkor mindenem így van beszabályozva, hanem hogy biztonság legyen, de el tudjam engedni, zöld övezetbe lakjak, és mindenféle szép dolgot meg tudjak ott venni, meg rendezni, és 30 kilométeres sugarú körön belül legyen, amit elérek, mondjuk nagybevásárlás, ilyen, olyan, amolyan, vagy éppen színház, vagy mozi, vagy bármi egyéb. Mert az autós részt, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mennyivel több autó van most forgalomban, mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt, és a tömegközlekedés lesz még egy érdekes kérdéskör. Hogy én azt tudom csinálni Tabon, hogy az 1800 háztartásra, hogyha valaki odajön, akkor azt érezze, hogy mintha átment volna Ausztriába. Tehát van egy tüktige kisváros mindenestől, és igazából közel van a Balaton, van ipari cége, el tudok menni Fehérvárra is dolgozni, vagy éppen Siófokra, vagy Kaposvárra, de helyben is tudok munkát vállalni. Tehát olyan mixet kell ilyenkor összerakni, amivel meg tud bombázni, de fiatalon nem fognak ott maradni. Tehát 18 éves korig van középiskola, utána ők el fognak menni. Aki elmegy főiskolai egyetemre, mindannyian tudjuk, beszippantja a nagyváros, nagyon nehezen engedi el a lehetőségeknek a tárházát, ki fog menni külföldre, vagy éppen itthon fog válni munkát, de amikor család alapít, na az a lényeg, hogy akkor orientálódjon arra fele, és annak ellenére, hogy ezeket mind tesszük, mégis azt kell mondanom, hogy Tabnak a lakossága durván évente egy fél osztálynyi emberrel csökkenik, és így is most már 4400-an vagyunk, és amikor én voltam gyerek, akkor 5100 volt a lélekszám. Ez nem túl jó hír. Nem túl jó hír, de most nem szoktam magamat így hasonlítgatni frekventáltabb településekhez, de azt kell látni, azt is el kell, hogy mondjam, hogy a fogyás
a százalékos értékben és időintervallumban nálunk még nagyon kedvező. Magyarország 95%-ában különben fogyás van. Úgyhogy, de ez még nálunk egész jó, tehát még nagyon jó rangsorban vagyunk az elején. Hogy ezt megállítani sok mindennel meg lehet, de legfőképpen három dolog kell hozzá. Egyrészt majd lakásokat kell építeni, bérlakásokat kell építeni, nincs mese. Tehát nem tudok erre mást mondani. Tehát ezek a magántőkés beruházások nem ezeken a helyeken lesznek elsődlegesen, elmondtam a négyzetméter árak miatt. Az embernek egy vagyona van, az az ingatlana. Általában a nagy átlag magyarnak az van. Egy családi ház, vagy egy lakás, és ízés. Ugye nem mindegy, hogy ez az életemnek a munkája, az 10 meg 20 év múlva mennyit ér. És ugye az ember azért dolgozik, hogy az, amit beletettem abba az ingatlan vagyomba, az nehogy már 20 év múlva csak a felét érje. De mit hagyok az örököseimre? Ezért most van egy hatalmas nagy felfutás pont ezeken a területegységeken, mert azt látják, hogy itt viszonylagosan értékálló az ingatlan, a többi helyen viszont nem. És ugye azt kell érni, hogy ez a szerep ez valamennyire megforduljon. Szóval nehéz lesz, amennyi idő alatt ez kialakult, ez durván 25-30 év, körülbelül ennyi lesz a rendberakás ideje is. Hát, de legalább elkezdődik valami. Ha, persze, persze, tehát optimistán kell ezt nézni. Az unokáinknak már jó lesz. Jenő, ha már említetted a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét, ott mi a helyzet, lesz tisztújítás, maradhatsz-e elnök, hogy látod? Hát úgy néz ki az alapszabályunk szerint, hogy most, hogy én polgármester leszek, én maradok a tisztújításig az elnök. Ha nem lettem volna, akkor a legidősebb tagja az elnökségnek az vette volna át egy fél évre durván. Minden hónapban lesz tisztújítás, tehát minden megyében lesz tisztújítás, ez durván tartani fog novembertől jövő év márciusáig, ami azt jelenti, hogy 10 településenként van egy küldött, és ez a 176, mert 1760 települést képviselte, 176 küldött, az választja meg az elnököt a küldött gyűlésen, de úgy, hogy az elnöknek pályázni kell. Tehát ez nem az a rész, hogy én csak jelöltettem magam, és akkor vagy rám szavaznak, vagy nem. Tehát nekem még kell írnom pártot is. Aki még elnök szeretne lenni, annak is kell, hogy mi lesz a TÖOSZ-szal, hogy néz ki az önkormányzati rendszer, mit szeretne, miképp és hogyan, és akkor ott szavaznak a küldöttek, ez durván jövő év áprilisában lesz. Nem titok, természetesen indulni fogok a TÖOSZ elnöki székére. Szerepel-e a terveid között, hogy azt a, most azt mondtad, hogy valamivel több mint 1000 település van a TÖOSZ-ban, de Magyarországon több mint 3000 van, hogy valamilyen úton, módon növeld azoknak a településeknek a számát, akik csatlakoznak? Tehát 8 önkormányzati érdekszövetség van, ez teljesen jó, lehet beszélni, csak éppen nagy foganatja nincsen, mert ugye mindenki más. Ugye azt látni, hogy vannak a nagyok meg a kicsik. Nagy az csak a megyei városi kör, ők szeretnek mindent elvinni, lehájpolni, összeszedni, mert itt mi tudjuk, ismerjük az önkormányzati rendszert. Hát nem akarom kikarikírozni, de ők ismerik a legkevésbé az önkormányzati rendszert, mert hivataluk, osztályaik vannak, emberek vannak, akik dolgoznak, a kezükbe adnak bizonyos kérdéseket, tehát ők nem élik át ezt a fizikai megvalósítás értelmében, hanem a szociális ellátó rendszerre kell valamit csinálni, hát akkor van szociális osztály, van jegyző, vannak jogszabályok, vannak előterjesztések, és akkor a legkevésbé ők folynak ebbe bele. Az más kérdés, hogy hát majd ők ugye mondják, de hát azért nem egészen így van ez. Az összes többi ez a kicsi kategória, hát ott van azért sokféle szövetség. Igen, az a tervem, hogy a következő évben meggyőzzek belőle jó párat, aki hasonló mind a TÖOSZ. A TÖOSZ a legnagyobb. Tehát ugye a magyar kormányzatnak igazából a jogszabály alapján kettővel szabadna csak beszélgetnie, ezt ő maga hozta, az egyik a TÖOSZ, a másik pedig a megyei városok. Összes többiben nem, még a fővárosa se. Mert a főváros egy külön kategória, igazából nem is lenne helye az önkormányzati törvényben, hanem a fővárosi egy külön jogszabályt kéne alkotni, mert egyszerűen nem kezelheti ugyanúgy, mint Karád vagy Bátony terenye. Tehát nem ugyanaz a hatásfog és az ellátandó rész. Úgyhogy nem titok, de szeretném, hogyha többen bejönnének a TÖOSZ-ba, és olyan 2300 körül felmenne a létszámunk, mert az már az még nagyobb képviseleti jogot biztosít. Nagyon sokat, különben én nagyon sokat beszélek miniszterekkel, államtitkárokkal, hiszen rengeteg olyan van, az élet minden területén csak az önkormányzatokba botlanak bele. Egészségügy, szociális, oktatás, infraépítés, mindenben. Tehát azért Magyarország mégiscsak az önkormányzatból áll. Most innentől kezdve, ugye, amikor ők valamit alkotnak, akkor mindig önkormányzati véleménykérés van.
és mi rengeteghez adunk véleményt, segítséget, minden egyebet, és egyébként nagyon jó kapcsolatunk van a kormányzattal, remélem ez így is fog maradni a következő időszakban, hogy gyorsan le is kapogom, mert egy célunk van, az egy más kérdés, hogy a megvalósítás során egy kormány mi az, amit erőtérbe helyez, hogy ez állami legyen, ő úgy gondolja, hogy ezt ő maga sokkal jobban el tudja látni, mint hogy az önkormányzatok. Ez mindenkinek a saját szabad akarata és döntése, de mint minden, ez is a pénzről szól. És a pénz pedig nagy hatalom, ez adófizetők előbb-utóbb megkérdezik mindig, hogy akkor mint helybe is, hogy amit befizettem adót, az éppen mi történt vele. Jenő, lehet, hogy naív a kérdés, de azok az önkormányzatok, akiket mondjuk a TÖOSZ összefog, azok egymással szinergiában tudnak működni, segítik egymást? Tehát, hogy van-e valami gyakorlati manifestum, amit föl tud mutatni? Hát azért, hogy nagyon sok van. Ugye a TÖOSZ az végülis ellátja a tagjait minden információval, hírlevele van, negyed évente, minden évben négy régióba elmegyünk, visszük minisztereket, államtitkárokat, könyveket csinálunk, tehát nagyon sok mindent az égett a világon. Viszont van, az Európai Tanácsnak mit csinálják a jó gyakorlatokat Magyarországon, az azt jelenti, hogy nem kell kitalálni spanyol viasztat. De az sem igaz, hogy minden település ráúszható ugyanaz. Nem igaz. Minden település más és más. Más a lakosság összetétele, a domborzati viszony, az infrastruktúrális ellátottság. Tehát nem lehet. Viszont vannak jó gyakorlatok idős gondozásban, van mit, kertépítésben, van ebbe, abba, amba. Azokat mi visszük tovább, meghirdetjük ezeket a jó gyakorlatokat a minisztériumokkal együtt, és abból mindenki tud okolni és tanulni. Ezek a kisfilmek készülnek, könyvek készülnek. Nagyon sok gazdasági jellegű cikket írunk, könyvet írunk. Én nagyon sokat szereplek médiákba is. Tehát próbáljuk az iránymutatást adni az önkormányzatoknak, hogy mégis hogyan. És ami nem nagyon a nyilvánosság előtt megy, az, hogy van egy 6 fős iroda Budapesten, ők mindenben segítik a tagjainkat, tehát hogyha be akarnak jutni meg minisztérium vagy államtitkás, az igen, ha kérdésük van bizonyos dolgokban, igen, ha jogszabály értelmezés, igen. Tehát igazából inkább azt mondom, hogy kicsit fogjuk a kezeiket arra vonatkozóan, hogy na most akkor mégis hogy gondolja a jogszabályalkotó, és mégis hogyan lehet ebből úgy megcsinálni és kijönni, hogy a források is elegendők legyenek rá. De szuper, szerintem egy ilyen szervezetnek pont ez a feladata. Igen, hát ennek pont ez a feladata. Ennek nem a politika feladata, ennek pont ez a feladata, hogy az összes közszolgáltást, az egyéb ellátandó részeket. Az más kérdés, hogy minket is politikusnak hívnak. Ez van, ha bár mi nem az országosban vagyunk, hanem ugye egy település élén. Ettől függetlenül mi nem politizálunk a TÖOSZ-ba, én nem engedem, hogy politizáljunk. Mindegy, hogy milyen jogszabály jön meg, hogy mi van, azt kell végrehajtani, és a lehető legjobb tudás szerint, és lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, de mégiscsak azt kell megcsinálni, úgyhogy innentől kezdve nincsen. Benne az elnökségben ül mindenféle egyéb színrózsa típusú polgármester, és érdekes módon soha nincs közöttünk afféle. Ez miatt mindenki szépen hozzáteszi a magáját, mert egy idő után nem a szín fog számítani, csak szeretném mondani, az ellátott tevékenységnek a miensége. Hát, meg a szakmaiság. Meg a szakmaiság, ez így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A nézőknek a figyelmet várjuk önöket holnap is. Viszontlátásra, jó éjszakát!